Egy pónyló megtámadásával kezdődött a félelem és reszketés ceglédem. Ahogy az a lovacska gazdájának írásából kiderül, az állat mintegy 150 méter a házuktól legelészett, amikor két kutya megtámadta és széttépte. A tulajdonosok ekkor az interneten tettek közzé felhívást, amiben 500 ezer forint jutalmat ígérnek annak, aki segít. Hogy a segítség alatt mit kell érteni, az az eredeti felhívásból nem derül ki. Nem sokkal később egy járókelő meglátta Ceglid egyik utcájában, hogy egy kutya a saját vérében fürödve éppen haláltusáját vívja. Bár azonnal állatorvoshoz rohantak, az állattal a jószándékú emberek a kutyát már nem tudták megmenteni. Nem kellett sok idő, hogy a ceglédiek összerakták. Az elvágott torkú kutya azonos a póni lovacskára támadó egyik ebbel, innen pedig már csak egy lépés volt összerakni azt, hogy az állat kivégzése összefüggésben lehet a szóban forgó pénzjutalommal, azaz vandetta történhetett Cegléden. Kimentünk érte, behoztuk, hát borzalmas állapotban volt a kutya, el volt vágva a nyaka, folyt a vére, hangosan szedte a levegőt, tiszta vér volt már az első két lába, ahogy az utcán ment, ott végig ott voltak a vérnyomok, bevittük, de mire szóltunk állatorvosnak, mire kijött az állatorvos, sajnos a kutya elhunyt. És másnap én bementem a rendőrségre, megtettem a feljelentést, mert ennek előzményei voltak. A Facebookon felraktak egy posztot, hogy megölte ez a két kutyának a fényképével tették fel a posztot, hogy ez a kutya meg egy másik német juhász megölte a póniukat. És valaki felrakott egy posztot vagy hozzászólás, hogy ő így is úgy is ezeket a kutyákat meg fogja csonkítani, jöhetnek a rendőrök, akkor is megcsonkítja őket. És egy másik személy meg felrakta, hogy 500 ezer forint jutalmat ad annak, aki segít a kutya megtalálásában, a gazdáját vagy a kutyát akarja megtalálni, nem tudom, hogy értelmezte, és fölírta a címét, föl van írva a telefonszám, és mondjuk ezeket később írták, mert törölték a posztot, de volt, aki elmentette és felrakta a Facebookra ezeket az információkat. Tehát ezek most is fönt vannak, mert valaki elmentette szerencsére ezeket a hozzászólásokat. De a rendőrség a törölt posztot is meg tudja nézni, vissza tudja nézni. Az Állatmenhely Nyílt Alapítvány Ceglét közben a lovacska megtámadásában résztvevő másik kutya megmentésén is dolgozik. Ha valaki felismeri a kutyák gazdáit, közölje velük, hogyha látja a német juhászt, segítsen megmenteni, hogy ne jusson a másik sorsára. Engedje be zárt helyre és érte megyünk, írták ki. Az Állatmenhely Nyílt Alapítvány Cegléd ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a rendőrségen állatkínzás miatt.